Hát van benne ilyen brokkoli, meg sárgarépa is van benne. Mennyibe kerül? Hát hívok egy kollégát, az lesz meg. Hogy saláta? Mármint, hogy hát hogy van ilyen káposzta, levél, hogy levél. Tehát most akkor, mármint, hogy levél? Saláta? Mi éttermékben nem lehet salátát kapni, de igazándiból ilyenkor azt szoktuk ajánlani a vendégeknek, hogy esetleg azt a rostolyon sült csirkét azokkal a zöld fűszerekkel, azt ki tudjuk hozni sült krumpli helyett salátával. 2700 forint, hát ne haragudjanak, de ez egy ilyen hely. És bocsánat, hogy megkérdezem, de ez így most nem lesz meredek? Mármint, hogy saláta a varthúshoz. Mert hogy az varthús, ez meg saláta, ez így nem lesz meredek? Hogy ne lenne salátánk? Hát persze, hogy van. Úgy szoktuk csinálni, hogy fel van vágva a saláta, és akkor ez össze van keverve ilyen majonézes szósza, és a szósz nélkül... Hát szósz nélkül nem tudjuk kiadni. De persze, igen, hölgyem, igen, van a konyhán saláta meg csirkehús, de mi nem tudjuk kiadni szósz nélkül. Hát az nem lehet. Levelek, tehát a hús mellé salátát. Hát nincs a köretek között, és ennyibe kerül. És ez mi igaz? Éles küszön nektek, hogy ez mi igaz. Én egy kicsit tudtam, mert ügyesebb, de ezek a sztorik, ezek így igazak, és én így nem akartam elhinni, hogy tényleg vannak, tehát hogy bocsánat, elnézést minden olvasomtól, akit azért meghurcoltam, hogy milyen szerencsétlen, amiért nem tud egy étteremben salátát kérni a hús mellé, mert tudom, tényleg most már átérzem, hogy ez milyen gyötrelem, és hogy néha milyen rohadt nehéz elmagyarázni, hogy te igen, leveleket akarsz, és nem, az nem csak dekoráció, meg nem a kecskének van, hanem nekem is, én akarom ide berakni, igen, és úgy finom, és én nem kérek sült krumplit. Nagyon nehéz, ez hihetetlen volt számomra, de a három napnak a legnagyobb sztoria, és annyira sajnálom, hogy nem csináltunk róla nektek fotót, de tényleg, amikor sírva röhögtünk a padon, akkor nem jutott eszembe, Milka Csoki mentette meg az életünket. Igen, ugyanis történt a következő, képzeljétek el, voltunk egy kávézóban, ahol nem általottunk ilyen, na most az egyszer, aztán jól megérdemeljük alapon, vettünk volna ilyen habos-babos, after-étes kávéköltemény. És hát annak is ennél is módja szerint megcsináltak, zárójel, háromszor küldtem vissza a mikróba, mire sikerült borróra csinálni, se baj, ezt még úgy megszokunk budapesti berkekben is. De így Kristóf belepottyantott egy darab Milka csokit, amit így kaptunk mellé, kevergette, csak kivette, és tudjátok, így mint a Star Wars-ban a Han Solo, így félig, így ilyen belemerevedett darázs, így a csokiban. És így áldunk fölött így megkövülve, hogy ez meg mi az, hogy a úristen. És hát kellemetlen előfordul, diákok voltak a pult mögött, egyébként nem genyóztunk velük, mert nem szokásunk, mert én is voltam diák, mindenki volt diák, tök mindegy. Visszavittük, kaptunk egy másik kávét, én addigra az enyémnek már így ez ekkora kis maradékára jártam, és így a kannalat így csak egy poénból, hogy biztos, ami biztos, így megmerítettem benne, és kihúztam vele egy darazsat. És Kristófi odarás, itt be a pad mellé, tehát hogy készült, elvesztettük, ő visított a röhögéstől, és így visszamentünk a diákokhoz, akik ott árulták ezt a cuccot, hogy ti esküszöm, hogy nem akarunk titeket szivatni, és nem most dobáltam bele, de darázs van a kávéban. Tehát, hogy ez így itt a, nem tudom, itt a helyi virtus, mert hogy én ilyen pösti paraszt vagyok, aztán nem vagyok hozzászokva a darázshoz a kávémban, de kiderült, hogy nem, hanem egyébként belement a szirúba. Úgyhogy kész, nekünk nem megy, egyszerűen nem ment ez a hétvégén, ez az étteremben kajánunk dolog, ez nem ment. Ha ez egy annyira éhes country, hogy jó a McDonald's, akkor én leszek majd benne, a country Joe McDonald's.